Az Európai Unió támogatásával teszik újra hajózhatóvá Romániában és Szerbiában is a Temesvárt a Tiszával összekötő Béga csatornát. Jelenleg a Béga csupán a városon belül hajózható, vízisportokra, kikapcsolódásra, sétahajózásra használják. Az osztrák adminisztráció 1732-ben tette hajózhatóvá a csatornát, ez alapozta meg Temesvár és a Bánság későbbi gazdasági felemelkedését. A 19. században duzzasztógátakkal és zsilipekkel érték el, hogy immár nagyobb hajók is eljuthattak Temesvárra. Az itt megtermelt gabonát, később pedig a Temesváron gyártott ipari termékeket is vízi úton szállították. A bégai hajózást a trianoni határok lehetetlenítették el. A Románia-Szerbia interregionális fejlesztési program keretében most megvalósuló projekt értéke csaknem 14 millió euró. Ebből felújítják a zsilipeket, vásárolnak két uszályt és egy kotróhajót, és elkészítik a csatorna melletti határátkelőhely megvalósíthatósági tanulmányát. A hajóforgalom Románia és Szerbia között azok után indulhat meg, hogy a vajdasági kormány is hozzájárul a vízi határátkelő megnyitásához.